Péntek délután a Magyar Kanizsai Adi Iskolában már az épület előtt traktorok sorjáztak, amiket ki lehetett próbálni, benn pedig szinte a teljes vajdasági kínálat felvonult, ami a középiskolákat, sőt a kollégiumokat is illeti. A középiskolák bőrzéjére sokan voltak kíváncsiak, minden egyes teremben pedagógusok és diákok várták a pályaválasztókat, de akár a fiatalabbakat is, hogy bemutassák nekik intézményeiket. Ez az az alkalom, amikor szemtől szembe lehet kérdezni a tanároktól, de az ott tanuló diákoktól is mindent, ami a tanulást, az iskola mienségét illeti. És ezzel a lehetőséggel éltek is, nem csak a magyar kanizsai diákok és szülők, akik elkísérték a gyerekeiket, hanem a község más általános iskoláin a tanulói is, akiknek buszokat szerveztek erre az alkalomra. Na, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a rendezvényünk a környéken az egyik leglátogatottabb és legfontosabb középiskolai bőrze, és ez ugye nem csak a községbeli nyolcadikosok és szüleik, hetedikesek az ő szüleik értékelik nagyra, hanem az iskolák is, akik itt kapcsolatba tudnak velük lépni. És úgy gondolom, hogy ez olyan fórum, ahol a tanulók is, és a szüleik is értesülhetnek arról, hogy milyen lehetőségek vannak, esetleg még itt döntéseket hozhatnak, akár véglegeset, akár csak kiválaszthatják azokat a középiskolákat, amik jobban érdeklik őket, válaszokat kaphatnak azokra a kérdések, amik a továbbtanulást illetően érdeklik őket. Az utóbbi időben talán a járványhelyzet miatt is, meg a határ, a átjárhatósága miatt is, mintha kicsit háttérbe szorult volna a magyarországi továbbtanulás, és hát, hogyha ez a pozitív hozadéka ennek a helyzetnek, akkor ez végül is örvendetes. Úgy gondolom, hogy nálunk is itt a környéken sok jó középiskola van, és nyilván sok olyan középiskola van, ami hasznos végzettséget ad, illetve hasznos szakmát tud biztosítani, illetve hogy a továbbtanulás érdekli a fiatalokat, akkor az itteni gimnáziumok is megfelelő képzettséget tudnak adni, végzettséget tudnak adni. A községben nagyjából 208-os van, de távolabbról is érkeztek érdeklődők. Ez is bizonyítja a magyar kanizsai bőrze népszerűségét, de a helyiek szinte kivétel nélkül tettek egy sétát az Adi iskolában, ahol a termekben jó hangulat, a szakmákat kínáló iskolákban étel és ruha bemutató is volt. Szakács, cukrász, varró, mezőgazdasági szakember, gimnazista, kiből mi lesz? A magyar kanizsai terhes Szilvia kislányát kísérte el, és mint mondta, ez egy kiváló lehetőség a tájékozódásra, amit ő maga nagyon jónak tart, de Bella Cornélia, a továbbtanuló is örömmel nézelődött a szakok között. Ő már tudja, hogy Zendára szeretne iratkozni egészségügyi középiskolába, de mivel több iskolát is be kell írni a kívánságlistára, itt most ki tudja választani azokat, amelyeket majd beír. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen erre szükség van. Tehát én konkrétan nem tudom, hogy milyen iskolák hol vannak. Kislány szempontjából meg szerintem ez így tökéletes. Tudok választani az iskolák közül, mert tehát eddig csak egyről tudtam, most legalább tágul a látóköröm. A 10. Magyar Kanizsai Bőrzén 18 intézmény mutatkozott be, köztük a helyiek, Szabadka, Török Kanizsa, Csóka, Zenta, Topolya, Csóka, Tótfalu, Ada, ezzel is megkönnyítve a tanulók továbbtanulásához szükséges információk megszerzését.